igaz is. Van az, amelyik napirenden kívüli politikai értekezletnek. Soha nem véletlen, hogy egy picit megszaporodtunk, kétfedben vagyunk, mint az első részben. Ugyanis van köztünk valaki, aki 25 év itteni munka után úgy döntött, hogy a pihenést választja, bár az itt léte is számára rendkívül pihentető volt, de légtöbb pihenésre vágyik, és az esetikről van szó, mint említettem 25 éve éppen ebben az ösztendőben dolgozott, de több időt töltött ő itt, hiszen ide járt általán Puskába is. Ha ezt összeadjuk, hány évet járt egyre? 6-ot vagy 8-ot? 8-ot? Hát akkor 33. Kétszer-három évet járt ide. Illetve dolgozott meg, járt ide. És most úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul. Ez alkalomból szeretnénk köszönteni. Majdnem mindenki tudja, de azért nem mindenki, hogy az ő nevéhez fűződik, egy részben az ő nevéhez fűződik a költői esteknek a megszervezése, ugye mindig a költészet napjához kapcsolódva. Hát akkor egy picit ehhez kapcsolódunk, és átadom a szót az otthonunk. Búcsúztató. 25 éve, hogy megjelentél, hogy munkára jelentkeztél, és az évek alatt sokat láttak ennek alatt. Része voltál életünknek, kezed alatt a munka égett. Csendesen tetted a dolgot. Hangos szabad soha nem volt. Pedig tudjuk, életedben sok bánat, nehézség trónolt. A munkában jól helytáltál. Nagy szorgalommal dolgoztál. Igen, ez volt jellemző te rád. A feladatot nézted, nem a használt. Míg más csak osztotta a parancsot, te végezted helyette is a dolgot. No, de most már ebből elég. A nyugdíjkor elért. Megérdemled a pihenést. Munkahely helyett az emléketnek élj. Felejtsd a munkát, de ne feledj minket. Döntésed értjük, hogy pihenni vágysz. Hiányozni fogsz nekünk, hát kérünk téged, hogy néha nézd meg hozzánk, ha erre jársz. Emlékezz a szépre, jóra, a rosszat pedig dobd a múltba. Reméljük, te is kaptál tőlünk pár szép percet emlékül. Mamsi néni, örömteli, hosszú-hosszú, élményekkel gazdagított, békés, nyugdíjas életet kívánunk. Azért vagyunk ilyen sokan, mert mindenki nagyon szeret és támogatták, hogy boldogan menjünk nyugdíjba. Szokásomhoz szíven átadott ilyen szép lapot a nyugdíjba vonulásod alkalmából. Kérlek, hogy tekintsd meg. És hiányolod az aláírásokat, mert mi úgy szokjuk. Hát akkor adok egy másikat is. Ezt is legyen. Ez egy kicsit viccesebb. És akkor mi van rajtam tényleg? Most azt látják, hogy mindenki aláírta, hogy nyugdíjas éveiben olvasgathatsz. De ez még mindig. Nincs vége, mert voltak nagyon kedves kollégák, akik úgy gondolták, hogy egy fotóalbumban is meg kellene vetni, ugyanúgy azért a régi szép időkre, ebben főleg az
Ágica és a Réva Jágyi átadod, úgyhogy az Ági átadja neked ezt az albumot. Amit majd reméljük, hogy a fehér asztaloson meg fog nekünk is mutatni. Igen, megnézve lesz erőbb még hozzá. Tehát a szobros gyűjtőmunkának volt eredménye, ezt a nagyon jól tudott, hiszen évekig együtt búcsúztattuk, tehát együtt gyűjtöttünk a búcsúzó nyugdíjasoknak, és ennek eredményét pedig az orosz tiszta fogja átadni. Hát, kedves Edith, én azt szeretném mondani, hogy nem tudok szolgozni. Szóval, hogy a személyeddel egy nagyon kedves kollégát, barátot és egy karizmatikus személyiséget nem vesztettünk el, csak fogunk hiányolni, és mély nyomokat fogsz hagyni bennünk. Nagyon fogsz hiányozni, és tudod, hogy nagyon szeretett Toszkánát. Oda nem tudunk elni. Semmire mondom. De váltunk vajon Szoboszlón egy Toszkána nevű villát. Először két szoba, de két éjszaka, de aztán kibővítettük egy kétszemélyes apartmanra augusztus 21-22-23. És útba is tudod ejteni a Debreceni Virágkar, de hát a 20-án van az utolsó nap, úgyhogy azért szerveztük így ezt az utat neked, és kívánjuk, hogy törzsd el is szép napot a tigét. Törzsölget a magyar kendőrendesem. És még mindig is. Jó. Már törzsölkedőrendes. Az a helyzet, hogy ebben a villában nincs érkezés, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy azért még adunk hozzá egy kis apanást, hogy nem állt rá kicsit lefolyam. Köszönöm. És azért világ végül nincs búcsúszkodás, úgyhogy még a Tamás is átadja. Ennyi volt itt az intézmény, és majd folytatjuk a bulizást a fehérasztalosan, nem tudom, valaki szeretne még. Hát én szeretnék, ha összetudom szedni magam. Elsősorban nagyon furcsa, hogy ezen az oldalon állok, mert én ott szoktam állni. Tehát már nem tudom, mi van most, hogy engem búcsúztatnak, és nem én őket, akik elmennek. Tehát ez nagyon furcsa helyzet. Hozzá kell még szoknom. A másik az, hogy nagyon boldog vagyok, hogy itt van Ildi néni, mert olyan alapokat rakott az életembe, amit azt hiszem, és olyan értékeket, hogy nem lennék ma itt, ha ő nem lenne. És nem fogta volna végig a kezem, a anyám helyett anyám volt itt, és nem tudok mit mondani, nem volt olyan pszichológusunk, nem volt fejlesztőnk, senki nem volt, ő volt egyedül, és ebben minden benne volt. Soha nem volt olyan az életemben a legnagyobb dolgok, amit a mai napig egy év után sem le tudott volna, vagy ne osztottam volna meg vele. Tehát ő az egyedül, aki nem tudott segíteni, mert olyan tisztelet van benne irántam. És nagyon tartottam minden egyes olyan jó sikerült rendezvényre is elvinni, mert mindig volt bennem egy olyan, hogy csak az Icával együtt, hogy Istenem, csak megfeleljünk neki, hogy ezt akarta, hogy büszke legyen ránk, hogy ilyen kéreteket nevel. Úgyhogy nagyon köszönöm, mert nem hiába vagyunk. Ez az iskola valamit tud, varázsa van, a közösségnek varázsa van. Nem hiába vagyunk itt ennyien, akik iskolába jártunk és itt dolgozunk. Szóval a következő éveket annyi-annyi sok szeretetet és odafigyelést kaptam, hogy nem tudom, ez akármennyi videóm lett volna, nem érdekes, ezt nem lehet pénzzel megfizetni. Mikor az egyik bejön engem és csak megsimogatja a hátadat, mert látja, hogy rossz napod van. A másik odafigyelés, hogy sokra fölhívom, de ezek nincs névnapom, de csak azért szeretek. A harmadik megmaszírozza a hátamat, mert mondom, hogy fáj. Tehát annyi olyan dolog van, ami nem lehet pénzzel megváltani, ezek csodálatos dolgok. És nagyon-nagyon mély nyomokat hagy bennem, és nagyon sokáig fog építkezni, és én nélkül, ami itt van.
Úgyhogy nagyon örülök, hogy a mi kis közösségünk nem ragadlanná, hogy hol a kell és hol azok mit, hanem ettől sokkal többet tudunk adni. Olyan dolgokat szerveztünk velük, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk igen magunkra, hogy gyönyörű lett az épület, nagyon sokat dolgoztunk, gyönyörű lett a birtokunk Tamással, nagyon sokat dolgoztunk vele. Tehát vannak remélem, itt számára az evénylőt, ahogy raktuk, tettük, vettük, mindenki zegzogált az épületbe, remélem, hogy itt vagyunk a nyomainak egy kicsit, és itt marad egy kicsit veletek együtt. Hogy nagyon-nagyon köszönök mindent, nem is tudom elmondani, mert annyi sok minden, és Istvánnak mondom, hogy nagyon köszönöm, hogy az önállóságomat meghagytad, ez csodálatos dolog. Tehát nem jöttél soha oda 25 év alatt, hogy ez nem jó, az ne oda tedd, mert azt én ide gondoltam. Nem tudtam volna 25 évet, mert nem hagyod meg az önállóságomat, hogy hagytad, hogy úgy menjenek a dolgok, és az úgy volt jó, ahogy csináltuk. Úgy díszítettünk, úgy kertészkedtünk, minden nagyon-nagyon jó volt, és nagyon köszönöm. Zsuzsának csak azt tudom köszönni, hogy mindenben ott volt velem, és a legcsodorabb pillanatokban is szóltan ott volt, amire megszeret jelentek. Edithnek a lendületességét. Az, hogy csak biztatott, hogy ne hagyjuk a gyerekekkel se magunkat. Igen, igen, nem. Szálljunk szembe a homlyban, és ne hagyjuk magunkat. És hogy minden közösségi dologban, hogy mentem abban a pillanatban ott volt mindenbe, és össze tudtunk fogni. Úgyhogy, és ebben azt hiszem, hogy csodálkozik, hogy elérni. Így együtt. Úgyhogy ez egy csodálatos közösség, maradjon meg így, mert ez működteti ezt az iskolát, ez a bázisa, ez az eleje a közösség ennek az iskolának. Úgyhogy nem tudok mit mondani többet, nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek ezt a csodálatos sok mindent, hogy sem tudom egyelőre fogni, és nagyon nehézségás nélkül végig mondani. Úgyhogy annyit szeretnék, csak biztos fogok jönni még, mert nem is tudná az életemnek része, 33 év, ezt nem lehet az embernek a viszonylag tenni, és azt mondani, hogy köszönöm szépen, itt voltam, elmentem, mert ez nagyon sok idő, míg az ember ez, de csodálatos dolgokat kaptam, tehát van miből, ami még nem olyan hónap volt, év volt, azt meg tényleg el kell tenni, azt meg volt olyan is, nem egyszer hopp, nem tudom mindig egyformát lenni, de sokkal több volt benne a csodálatos, és ezt nagyon-nagyon boldogan fogom őzni tovább, és vinni tovább. Úgyhogy kívánom, hogy legyen előttök így vinni végig a dolgokat, mert akkor a Hungárium nagyon sokáig fog élni még, és ilyen jó szellemben, és ilyen jó hangulatban kerül ide nagyon. Úgyhogy nagyon szépen köszönök mindent, és mással nem tudtam időben nem volt sütni, de hoztam nagyon finom italokat, pezsgőket, ezután muszáj ígyunk majd, illetve az évszáron után. Úgyhogy nagyon jól tudok a sarokba beállítva, hátrahagytam az azt így én felvételen is, azt nem akarom. Ott vannak a sarokba, és aztán nagyon szeretnék ott szépen mindenkivel is. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden még egyszer nagyon hálás, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetem közöttetek. Pedig jó pihenést kívánunk, ami pedig azokat a palasztokat illeti. Most még az évzáró az mindenkinek munkaszerű. Az ötös, hogy majd a tanévzáró ünnepőjövő társadalmi szabályozás. És visszavállom. Egy pár szót én is hallgatom. Én azok közé tartozom, aki a 33 évből 29-et töltöttem az elégvel. És egy csodálatos osztály. De mindenki legalábbis hárman tudja, hogy milyen csodálatos osztálynak a csodálatos tagja volt az edét, és büszke voltam rá még gyerekre, és amikor találkoztunk, és azt mondta, hogy ide szeretném jönni dolgozni, nagyon örültem neki, és amíg itt dolgozott, és együtt dolgoztunk, mindig büszke voltam rá, mert tényleg gyereknek is nagyon jó volt, és pedagógusnak is nagyon jó volt, és örülök, hogy ilyen tanulmányai vannak. Akkor még egyszer jó pihenés, és pontosan fél háromkor folytatjuk, mert három be kell fejezni, hiszen fél négyre jönnek, illetve fél négyre megkezdődik a feljutáról.
Tehát fél háromkor folytatjuk az egyetlen, akinek volt másik részét.